A legkisebbek műsorával vette kezdetét a kétújfalui napraforgó óvoda átadó ünnepsége. Az intézmény a Magyar Falu programnak köszönhetően több mint 35 millió forintból újult meg. A cél az volt, hogy megteremtsék a hatékony óvodai nevelés modern feltételeit. Az elmúlt években egyébként számos infrastruktúra korszerűsödött, sőt, hamarosan bölcsöde is épül a településen. Régóta vártunk arra, hogy Kétújfalunak, illetve a környező településeknek legyen egy 21. századi követelményeknek megfelelő óvodája, legyen bölcsödéje, és ezt hozzá tudtuk kapcsolni az elmúlt időszakban Magyar Falu programnak hála, illetve a terület és településfejlesztési operatív programnak hála az iskola felújítását is, úgyhogy azt gondolom, hogy az intézményi háttér a gyereknevelés szempontjából 100%-os. A beruházás hozzájárul az intézmény költséghatékonyabb működéséhez, egy korszerű európai színvonalú óvodai környezet kialakításához, tette hozzá Nagy Csaba. A projekt keretében a használaton kívüli terekből egy új 52 négyzetméteres foglalkoztató készült el, a hozzátartozó öltöztetővel és vízes blokkal, valamint eszköz- és bútorbeszerzéssel. A felújítás során üvegezett közlekedő épült, a foglalkoztatókhoz tartozó teraszok fölé könnyű szerkezetes előtetők kerültek. Egyre több az ilyen fejlesztés a 2018 óta elindult Magyar Falu programban. Jó példa erre a kétújfalui fejlesztés is, ahol korábban az óvoda három csoportszobában működött, azonban olyan szép tempóban növekedett a gyermek létszáma a faluban, és a környező kis településekről is járnak gyermekek a kétújfalui óvodába, hogy kénytelenek voltak beadni egy pályázatot arra, hogy az egyébként meglévő, de használaton kívül negyedik csoportszobát is felújítsák és újraindítsák, mert hogy olyan sok a gyermek. Ez egy jó tendencia, lényegesen kellemesebb kihívás az egy falusi polgármesternek, vagy egy kormányzati szereplőnek, vagy egy országgyűlési képviselőnek, ha azzal keresik meg a választópolgárok, hogy egy intézményt bővíteni kell, mert olyan nagy igény van arra, mint hogy egy intézményt bezárni kell, mert hogy nincs igény rá. A kormány abban bízik, hogy ez a tendencia folytatódik a jövőben is. Ehhez a Magyar Falu programon keresztül jelentős forrásokat fognak biztosítani, hangsúlyozta Gyopáros Alpár. Az ünnepség után egy jelképes szalagátvágással adták át az óvodát kicsiknek és nagyoknak. Köszönöm.